A harmadik tündértánc nemzetközi élményterápiás tábor került megszervezésre Sárospatakon, amelynek keretében a beteg gyerekek különleges programokon vehetnek részt. Ezek olyan programok, amelyek nincsenek jelen a gyerekeknek a mindennapi életébe. Lett volna rendőrkutyás bemutatónk, csak sajnos most az árvíz közbeszólt. Fog jönni az empléműveleti csoport, gólyalábasok jönnek, táncosok érkeznek, jönnek az emplényi farkasok motoroztatni a gyerekeket, vadászmadár bemutatónk lesz. Rengeteg olyan programunk lesz, ami tényleg nincs, nagyon ritkán találkozik vele egy gyermek, főleg egy olyan gyermek, aki hosszú hónapokat, esetleg éveket eltöltött a kórházban. A szervezők művészetterápiás és rekreációs programokkal teszik élvezetessé a táborban töltött hetet. A művészetterápia az nagyon hasznos a rákos gyerekeknek az életébe és a fogyatékkal élő gyermekeknek az életébe, mert kifejezhetik magukat, és nagyon-nagyon sok programot szervezünk, nagyon sok kézműves foglalkozásunk lesz. Ezek különbözőek, a legapróbb a gyöngyfűzéstől, ami például a finom motorikus mozgásukat fejleszti, különböző papírállat készítésig, bőrmunkákat fogunk végezni. Minden gyerek kiválasztja azt a munkát, ami neki a legjobban tetszik, legjobban megy, ezáltal sikerélményhez jut, tehát ez lényegében a művészetterápiánknak a lényege. Sátoraljaújhelyi város önkormányzata képviseletében Dankó Dénes alpolgármester beszélt azokról a lehetőségekről, amelyeket a város biztosít a gyermekek számára. Nagy megtiszteltetés számomra, hogy a nyitó alkalomkor mindig itt lehetek, és idén már újhelyiként egy plusz ajándékkal is tudunk szolgálni a táborban résztvevők számára, hiszen a csütörtöki nap reméljük az időjárás is lehetővé teszi. A Zemplén kalandparkban fog eltelni, így azok a gyerekek, akik sajnos csak nagyon ritkán engedhetik meg maguknak egészségi okuknál, betegségeiknél fogva, hogy kimozduljanak otthonról, kipróbálhatják a Bobpályát, a Bátrapak a Kalantúra Parkot, a Hófánpályát, és aki tud síelni, ez természetesen síléccel is pattalhat. Az egyhetes tábor során a gyerekeknek Sárospatakon biztosítanak szálláshelyet. Sárospatak önkormányzata mindig szívesen ad lehetőséget ennek a tábornak a lebonyolításához, hiszen azt hiszem nyugodtan mondhatom, hogy az egyik legnemesebb kezdeményezésről van szó. Minden tiszteltem a szervezőké, akik ezt az egyhetes tábort megtöltik programokkal. Kellemes itt tartózkodást biztosítanak a gyerekeknek, akik az ország minden részéről, és ha jól tudom, akkor az ország határain kívül is érkeznek. Lehetőségeinkhez mérten mi is biztosítunk nekik különböző kedvezményeket. Hát remélem, hogy a fürdőt is fogják tudni használni, hiszen jelenleg nem alkalmas rá az időjárás, de bízunk benne, hogy holnaptól 100 ágra fog sütni a nap, és akkor a fürdőbe is tudunk nekik lehetőséget biztosítani, illetve ha ez nem jön össze, akkor más pataki rendezvényeken szeretnénk őket nagyon szívesen vendégül látni.